nem volt, volt egyszer egy napfényes itáliai falu. Lakói ezen a napon is szorgalmasan dolgoztak, éppen most jöttek meg a környező földekről. A jókedvű társaság nem véletlenül énekelt a szerelemről és a csillapíthatatlan vágyról. Mindenki látja ugyanis, hogy Nemorino, a csöndes, bátortalan parasztlegény beleszeretett a gyönyörű Adinába. A lány tehetős és művelt családból való, szülei iskolába is járatták, most is csak olvas és olvas. A könyv, amely ekkora izgalomban tartja őt, Trisztán lovagról szól, aki sokáig hiába epekedett a jégszívű Izoldáért. Amikor azonban egy varázsló szerelmi bájitalt kevert neki, Izolda egyszeriben megváltozott, és a lovag udvarlására forró szerelemmel válaszolt. Adina arról álmodozik, milyen jó lenne, ha valaki neki is készítene efféle italt. Pedig őt aztán valósággal elárasztják a férfiak bókjaikkal, gazdag uraságok között is válogathat. Nemorinónak viszont semmije sincs, szegény, mint a templom egere, és még írni, olvasni sem tud. Hogyan is reménykedhetne abban, hogy a büszke, körül rajongott Adina megszeresse, de legalább észrevegye őt. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Hajaj, Nemorinónak igencsak rámenős vetétársa akadt. Belcore, a helyőrség parancsnoka heves ostromot indított Adináért, mondván kár erre több szót vesztegetni, azonnal ki kell tűzni az esküvő napját. Nemorino kétségbe esetten figyelte e rohamot, de azért maradt számára egy halvány reménysugár, hiszen Adina egyelőre nem fogadta el a felfuvalkodott Belcore ajánlatát. Most nézzük, sikerül-e Nemorinónak összeszednie a bátorságát, és megmerje szólítani az imádott Adinát. Egyetlen szóra! A százszor hallott nóta, a régi sóhajtás, okosabb lenne a városban lenni bácsikához, hiszen azt mondtad róla, hogy nagyon beteg. De az ő baja semmi enyémhez képest, már megpróbáltam százszor, elmenni mégse tudtam. De hogyha meghal és másra hagyja pénzét? Kell is az nekem. Elpusztul szépen, a faluban nincs senkit. Éhség vagy szerelem, meghalok úgyis. Hallgass rám, hisz te jó vagy, szelíd és szerint, és mégis, mint a kaplan, azt képzeled, hogy meghódíthatsz engem. De én megmondtam nyíltan a szemekben, hogy ne is remélj ilyet, csapodára az én lelkem. Hűséget nem ismer, ahogy feltámad benne. Elszáll az érzés. Adina, mondd, hogy miért. Oh.
csodát kívánom, attól jól tanácsok adjak, mert a hűség úgy is állom, kárhat szíved ennek adjad, hogyha nem törődve mással, minden perc marad Morino szerelmes szavai nem hatották meg Adinát, sőt, figyelmeztette a fiút, inkább beteg nagybácsikáját kellene meglátogatnia a városban, elvégre, ha ő meghal, és netán másra hagyná vagyonát, Nemorino, akinek itt a faluban senkie sincs, akár éhen is halhat. Éhen halni, vagy belehalni a szerelembe, Nemorinónak végül is mindegy. Mint hallhattuk, Adina azt tanácsolta a fiatalembernek, hogy legyen boldog mással, és ne bízzon abban, hogy őt valaha is meghódíthatja, már csak azért sem, mert Adina szíve nem valami hűséges fajta, ahogy feltámad benne egy érzés, úgy el is illan. Ezen közben a faluban óriási izgalom támad, a főtéren tolong mindenki, kicsik és nagyok, ugyanis egy délceg úr közeleg aranyhintón, biztosan fontos, híres ember. Lehet, hogy gróf, netán herceg? Ki lehet ez a különleges férfiú? Ki meg kimének lépeket a pajtól és a gondtól,
boldog élet kulcsolálom, olcsón kapható. A gyógyszerbejjet feltalálta, minden bajra jó, a gyógyszerbejjet feltalálta, minden bajra jó, a gyógyszerbejjet feltalálta, minden bajra jó. Egy csoda gyógyszer tartalmaz, egy lila színű nedvet, meggyógyítja a kolerát és megköli a tetvet, de nem tartalmaz mérget, mert törvényesen védett. A hatásáról képzelével meggyőződhetik. Egy 70 éves aklegény ki éjjelente Indiában nyekkergette ágyát, hogy teljesítse vágyát. Gyógyszeren állt a kisgyereknek nagypapája lett, és most is él, ha meg nem volt, mert gyógyszeren követ. Az íze jobb a méznél, és itt van éppen kéznél, ha vásárolják gyógyszeren, mely minden bajra jön. A házasság a vérszegény, és öröme nincs semmi, csak királya meg férjurát. Anya akar lenni, a hímlő és a szeplő, minden múlik egy-kettő, ha bárhol támad körcse, a pénzét erre költse, mert mindenki nyja elrepül, ha gyógyszeremből vesz, ha gyógyszeremből vesz, ha gyógyszeremből vesz. Ti özvegyek és szűzek, ti legények és férjek, még nehány üveg kapható, hát ne hagyjátok itt. Kit ennyiért már a sírverem még meggyógyítja gyógyszerem, mert ettől nyomban távoz az epekő és a vesekő, a hasmenésed rendbe jön, a fogfájásod elköszön, míg születendő gyermeked is egészséges lesz. De felfogul a svábbogár, a polskákra meghalál, és meggyógyítja asszonyod, ha nem tudsz ülni magzatot, hát itt a legjobb alkot, ki özvegyek és szűzek, a csodatevő gyógyszer most próbálja meg mind. Csak rajta, rajta, összeget, csak rajta, rajta, terveget, ha megveszitek gyógyszeret, elmúlik minden baj bizony, elmúlik minden baj bizony, és nem lesz többi kapaszfej, csak rövid életfaj. Csak külföldről jött fűből van, egyenként is drága, no de már most az a kérdés, mint a bűvös gyógyszer árok. 50 tallér, nem! 30, nem! Ennyi, most tessék jól figyelni, hogy ha lesz majd egy kis részem, némi közmegbecsülés, de akkor megszámítom, hogy te szinte ingyen gyógyszerem. Szinte ingyen gyógyszerem, szinte itt van ím, csodák csodája, Indiáknak mágiája, s mindezt fél euróba tudja, 9 lira volt az ára. De mert itt születtem én, innen 20 mérföldre délre, 3 lira lesz az ára, 3 lirát kérek érte. Fújjad, fiú! Megért a semmiség. Három lira ilyen éves csehebbek, bizony az csak semmiség, bizony az csak semmiség. Thank you.
Mára a csoda doktor gyógyszere tehát mindenkin segít. Elmúlik tőle a fogfájás, távozik a vesekő, kinő a kopasz ember haja, sőt, meghozza a korábban hiába várt gyermekáldást is. Még azt is meggyógyítja, akit már eltemettek. Mindezeknél azonban sokkal fontosabb, hogy a bűvös szer képes felkelteni a szerelmi vágyat. Lehet, hogy egy ilyen üvegcsess segítene Nemorinon, hiszen Adina is éppen erről olvasott fel a könyvből. A bájital még a jeges szívű Izoldát is szerelemre gerjesztette. Ó, csak lenne Nemorinónak 3 lírája, hogy a csupa külföldi gyógyfüvet tartalmazó bűvös szert megvehesse. A fiú zsebében egyetlen utolsó garasa árválkodik csupán, de a csoda doktornak ennyi is elegendő. Micsoda boldogság! Nemorino dalol és táncol, annyira biztos benne, hogy Adina egy nap múlva megszereti őt. De vajon a lány mit szól ahhoz, hogy Nemorino viselkedése ennyire megváltozik, hogy már láthatóan nem is bánatos? Adina nem hagyhatja ennyiben a dolgot, meg kell mutatnia, hogy őt nem lehet ilyen hirtelen elfelejteni. Női hiúsága megsértése miatt bosszút kell állnia Nemorinon. Ehhez csupán egy másik férfi kell, aki látványosan udvarol neki. Miközben figyeljük az eseményeket, egy dolgot ne feledjünk. A gyógyszer hatásához a csoda doktor állítása szerint egy nap, vagyis 24 óra szükséges. Tehát ennyi időnek kell eltelnie ahhoz, hogy minden úgy alakuljon, ahogyan Nemorino szeretné. Ha viszont történne valami, ami miatt Adina egy napon belül férhez menne, hát az Nemorinót ismét a legsötétebb reménytelenségbe taszítaná. Kérem szépen, az egy gyógyszer, mely szerelmet kelt a lánynak. Ó, úgy van, hát persze, már értem. Itt a gyógyszer, mely egy pompás. Hű, de pompás! Elmondhatom, ebből rengeteget adtam egyiden. Nagyszerű ez! Kaphatok én is? Éppen van, szabad tudnom, mi az árat? Roppant olcsó. Olcsó? Hát úgy, ha vesszük. Egy karos, csak ennyim van. Amiért kapott fiat? Fogja, fogja, drága doktor. Mi ez a madár,
Hogyan kell esszerrel bánni? Hogy kell bánni? Hogy kell bánni? Az üvegbe föl kell rázni, aztán nyit hátra nyitette, hogy elszálljon a kézene, hogy elszálljon a kéz. Jó! Tett a szélét, rázad. Jó! És ahogy mondtam, csak döljél hátra. Jó! És majd meglátod, hogy csodálatos hatása lesz rá. És majd meglátod, hogy csodálatos hatása lesz rá. Rögtön hat majd! Igazat szólva kell még jó 24 óra, addig megszököm is kergetheted a lábam nyomát. És az íz! Ki abba nézni! Ki abba nézni! Ki abba nézni! Muskotány nem pájton! Örök hálám, mit a sírig álltam, mert az boldog, a szemem könnyes, nem találok szót se rá. De mit érzem? Örök hálám, mit a sírig álltam, mert az boldog, a szemem könnyes, nem találok szót se rá. De mit érzem? Örök hálám, mit a sírig álltam, mert az boldog, a szemem könnyes, nem találok szót se rá. Egyet még, hogy erről érted egy szócsi, mert az ilyesfajta gyógyszert manapság a törvény tiltja. Jó! E félét eladni is veszélyes dolog, és a hatósággal olyat hozni én sem akarok. Így tehát csendet! Igen, meg az kizemednek, többet szócsázom! Menj tehát a gyarú lének, boldogságot adtam néked, az ki nem emlő a földön, hol a Péter csajt. Menj tehát a gyarú lének, boldogságot adtam néked, az ki nem emlő a földön, hol a Péter csajt. Drága doktor, ígérem önnek, ó, csak egyért izom egy csöppet, senki más érret a nagy világot, nem tennék neked kortot sem. Ám de holnap, amikor reggel veszel érzel, egy teljes napot miért? Csak azt nem értem.
most iszom. De finom, de remek, na még egy kortyot. Mi forró édes érzés járja most át a vérem, talán ha ő is, biztos, hogy ő is érzi ezt az édes langolást, biztos, hogy érzi, rossz kedvem már is elszállt, és ez a mámor mely nyomban elfogott nagyszerű érzés. Már itt van, de nem, csak várjunk még. A régi sajt most ne hallja tőlem ő. Bizony, mert holnap szíve lángolni fog, még pedig értem. Hiszen rám se tekint, sehogy se értem. Trallarallarallallallallera, trallarallarara, trallarallarara, trallarallarara. Valóságban csak tréfa, trallarallarara, 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 trallarallarara. Még mindig nem szerelmes, trallarallarallallallallera, trallarallarara, 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 trallarallarara. Nem jó kedvű, csak játszik. Még közömbösnek látszik. Közömbösnek látszik. Csak anyaj kérem láttan, már ott se tart sokáig, mert kérem a holnap véget ér, s te már szeretni fogsz te engem, már Thank you.
hála jár. Hát megköszönöm néked. Van a régi fel. Azt elfelejtem, várra csak. Már nem kínoznak, látod. Kialszanak, meglátod. Csak egy napig kell várnod. És szívem rendbe jön. Jó, jó. Azt még meglátjuk. Thank you.
is jól. Készít útra, elvából. Hogy lajka holka! És jókor reggel, hogy lajka gyorsan, nincsenet a díj. A parancs mondja ezt, már minden szó. Mi soha látott, parancs annak, maradni minket sehol se hagyna. Keresni kell most, hogy lajd lányt, tépajdultnak nézlek. Nem tűrném ostobaságod másképp, szétvágná tök fejedet e kard. Türelmem fogytál, eredj, mit vársz még? Egy, kettő, három, elássalak! Egy, kettő, három, ne lássalak! Drága doktor! Ne hadd csak kéne! Most ott vagy! Nincs minden rendben, most mondj, úgy köztünk szólva. Mafa fráter, hol éppen vettem, hogy én szeressem, mivel hogy ennek összem.
sciopto al dio faccio re l'ingot moia torta e Ha ha ha!